Lenni jó, de hogy étkezési szokásainkat milyen idegrendszeri folyamatok szabályozzák, arról dr. Palkovics Miklós beszél a Nyitott Egyetemben. Tartsanak velünk! Jó estét kívánok, Hölgye és Uraim! Köszöntöm mindazokat, akik majdan talán a televízión nézik ezt a műsort. A táplálékfelvétel központ idegrendszeri szabályozása, hát azt eléggé nehéz ilyen rövid idő alatt erről beszélni. Tehát én inkább arra próbáltam koncentrálni, és azt mutatom, hogy egyes a táplál felvétellel kapcsolatos tevékenységünk, tehát nem csak az evés, hanem maga a jó érzés, vagy az evésnek az élvezete, az, az agynak melyik területével kapcsolódik egy kicsit? Hát kérem szépen, ugye a két véglet, ami a eredménye a táplálkozásnak, ami közös bennük kérem szépen az, hogy az agynak egy viszonylag kis területe, a hipotalamus lesz az, amelyik ezért ennek a végeredményét kihozza, és megpróbálja ezt föntartani, vagy változtatni. Na most, ami egy lényeges dolog az, hogy azért nem csak az agy dirigál, természetesen. Ebben van genetikai rész, vannak a külső tényezők. Én arról beszélek, ami, hát azt lehet mondani, a központi idegrendszerre tartozik. Na most, hogyha leegyszerűsítem az egészet, Kérem, ez egy, az egész szabályozás, amire hát ideírtam, hogy a hipotalamus az, ami végképp csinálja, ez számos különböző hatás éri. És ez egy olyan, mint egy, egy libikóka. Tehát ezt, ezt kérem szépen, van, ami e, lenyomja, az, ami pozitív lesz, aminek az eredménye majd egy kicsit a hízás, a másiknak, ami a fogyás. De ez a szint, ez a piros vonal ennek a hintának, ez lehet magasabb is. Valakinél magasabbra áll be, akinél teszem azt 90 kg az, amit a szabályozás egy kicsit lefelé, vagy egy kicsit fölfelé hoz. Milyen szabályozás? Hát kérem, amint látják, ebbe beletartozik rengeteg. A gyomor bérrendszernek, autonóm idegrendszernek, a vércukornak, pankreásnak, betegségnek, éhezés, ez mindegyik befolyásolja. De van egy, ami napról napra működik, az, hogy mennyit eszünk és hogy eszünk és mit eszünk. Na most ez nyilvánvalóan ennek az eredménye az, hogy ez mostán pozitív vagy negatív táplálékfelvétel szempontjából, hogy kívánunk-e, nem kívánunk. És mindig van egy visszajelzés. És ez a libikóka határozza meg. Na most ennek milyen elemei vannak? Hát kérem. Mondtam, ez a kis terület, nézzék meg, mekkora az agy, és gyakorlatilag ez a rész az, ami ennek a, a, a szabályozásai felelős, azon belül is vannak különböző magok, különböző szerepük van, különböző hormon termelnek, ezt fogom darabonként bemutatni, hogy hogy van. Tehát lesz egy csomó, ami az agyra hat, erről is, erről is, és az agyról visszafelé jön, de nyilvánvalóan a számlálék felvételhez meg is kell lenni azt, amit meg kell lenni. Ez az egyik oszlop, az amelyik a táplálék felvételnél, a pozitív oldal, ez a negatív, tehát ez, ami a hipotalamusznál. Ennyiféle hormon van. Minek van ennyi? Azért, mert olyan finom szabályozás, hogy rengeteg mindenre kitér. Nagyon sokféle hatás van, nagyon sokféle kapcsolat, és ennek megfelelően ennek a bizonyos libikókának a befolyásolására egy egész listát lehet mondani. Ezeket vagy neurohormonoknak, vagy endokannabinoidoknak hívjuk. Ezen a kis területen, a hipotalamuson belül is van egy, egy olyan, amelyikbe egymás mellett, így egymás mellett van olyan, amelyik piros, amelyik a táplálék felvétel felé pozitív, és van, ami a táplálék felvételé negatív. Na most ez. Ez roppant érzékeny, és ezek a, ezek a, sejtek fogják azokat a sejteket befolyásolni, amelyek majd kifelé, meg az agy többi része felé viszik az ingerületet. Ezek pillanatokon belül képesek a szabályozásba belépni. Mert mi van az? Ha ez kap egy ingerületet, akkor látják a piros vonal szerint, ezeket mindjárt begyújtja és ingerli. De ugyanakkor ennek van egy mellékis ága, ami azt mondja ennek a kéknek, hogy csönd, most én dolgozom. De amikor beindul, és mi már emlegettünk egy csomót, és több és több inger jön, azok elkezdik a kéket. És akkor a kék fogja ezeket, és akkor ő mondja azt, hogy ez mostan maradjon csöndbe. Na így jön létre ez a bizonyos libikóka. Na most nézzük azért ezt egy kicsit konkrétan. Kérem, testvérek. Nagyon jó testvérek. De ez a születés után kapott egyféle kezelést, és ilyen kövér lett. Itt is ott a hipotalamus, itt a középen, ezen a részen. Na most mi lesz, ami itt szabályozza? Hát lesznek ezek a sárga mezők. Van nekünk itt egy hátul, itt kérem szépen, egész hátul a nyúltagy részén, patkány, ez így játszik, ez a kis terület, amit csak úgy hívok, hogy NTS. Ez egy nagyon érzékeny része, egy rettentő érzékeny része mindannak, ami erről alulról fog jönni. Mit csinálnak a vérből? vagy az idegi pályákból, jön az információ. Milyen információ jön? Sok zsír, sok cukor, egyéb. Tehát de ez pillanatok alatt. Ez már az a bizonyos piros meg a kék sejtek, amiket mutattam, hanem már vevők lesznek. De jön innét is egy információ, mert hogy mi újság a gyomorba. Tele van, nincs tele, üres, mi van benne, és így tovább. És utána jön az, ami erről az egyik részről jön, ez ami a legizgalmasabb, és ami a legkevesebbet tudunk, az, hogy Hát mi lenne jó, ha ennénk? Ennek itt vannak az emlékképei. Ez ráhangol. És hogyha megettük és jól laktunk, akkor egy jó érzés van. Ez zajlik le itt. Tehát szóval ennyi minden van. Na mindenkire egy picit mesélek. Kérem. Tehát ez, amit mutattam, ez a kép, itt rengetegféle sejt van, és ezek a sejtek a táplálék mennyiségét és minőségét érzékelik. Ez a lényeg. Tehát mi van a gyomorban? Nézzék meg, mennyi féle sejt van olyan sejtek, amiket itt pirosan vannak festve, azok a gyomor felé érzékelik, amik zöldel vannak festve, az már a vékonybélnek a felső szakaszán, és ezek a sárgák pedig mind a kettő. Ilyen szép színkép van ebbe a bizonyos mts be abba a hátsó váguszmagba. Ugye az valahol itt van. Na most itt mi történik? Az történik, hogy eszünk valamit, és innét jön föl az ingerlet ide. Ez egy hormon, ami hozza. Ez a hormon, kérem szépen, arról informál, hogy mennyire zsíros. Na most, ha innét megyünk tovább, kiderül, hogy hogyan reagál rá ez a terület. Ezt mutattam be kékbe, most azért mutatom ilyenbe, mert látnak ilyen pöttyöket. Ez egy immunfestés, amivel meg lehet festeni azoknak a sejteknek a sejtmagját, amelyikek dolgoznak. Tehát aktívak. Szövettanilag meg tudjuk mondani, hogy kérem, itt valami történik. Tehát ha eszünk, akkor itt ezek pozitívek lesznek. És ezt tudjuk mi felhasználni akkor, amikor mérni akarjuk. Bejön az információ ide, és itt fog valamit csinálni ezen a helyen, és majd tovább megy, tovább a hipotalamus felé. Tehát ezt az utat nyárja be. Mi megeszünk valamit, itt a gyomor, illetve a patkány eszik. Ugye? Na most innét jön a váguszon keresztül ide, erre a területre, és innét továbbítódik a központ felé. De innét már olyan információ jön, ami már megmondja, hogy a hipotalamusnak mit kell tovább modifikálni, vagy mit kell csinálni, mert onnét fog kijönni, innét jön ki majd a parancs, hogy eleget tettünk, jól laktam, elég volt. Tehát ez a rész jön. Ezekben kétféle sejt van, ezek roppant érdekesnek a jó lakottság szignálra. Tehát, hogyha ezek aktiválódnak, akkor hát nagyon nehéz, hogy hogy eszünk tovább. Mi történik tehát evéskor, éhezéskor? Nézzék meg, itt van egy csomó sejt a hipotalamuszban. Ezek, amiket itten bejelöltem, jó sok. Ezek meg fognak kapni egy bizonyos információt, és nézzék azt, ha éheztetjük az állatot, látják, amennyi mákszem van itt? Rengeteg. Tehát azt jelenti, hogy az éhezésnél, de itt egy generál van, látják, itt nincs egy csomósodási pont, itt rengeteg van, és azért nem olyan nagyon sok, és ezek egy idő után le is csendesülnek, hát éhezik az ember, hát azért gondolják, hogy van egy, egy éhezés, és egy idő után nincs mit tenni, azért van egy periód, nem a végtelenség, van egy periódus, hát amikor nem kínoz annyira az éjség, hát mind, hozzá lehet szokni, hogy koplalunk egy kis ideig, ezek a sejtek már akkor kimerültek, már nem jeleznek semmit. Na most mi történik akkor? hogyha ezeket az éheztetett állatoknak egy idő után, két nap után enni adunk. Hogy néz ki a leg... Van nekünk egy éheztetett csoportunk, egy napig, két napig, és aztán csináltunk olyan trükköket, hogy az állatok kaptak enni, egy új retetést, és kapott egy állatcsoport olyan, amelyik éhezett, és meg lett nekik mutatva az étel, de nem kapták meg. Hát ez belettek csapva keményen. Ugye, és akkor ez hát egy fölvettek, annyit tettek, amennyit akartak, és aztán visszajött a kontroll másnak. Most nézzék meg, ez a bizonyos pöttyök, amiket mutattam, nézzék meg, az éheztetésnél ennyi volt, és amikor újraettettük, van hirtelen óriási mennyiségben megemelkedett. Tehát ez volt az a, a periódus, ahol az újraetetés, az etetés kiváltott egy nagyon erős ingert, a hipotalamusban, meg a vágusmagban. Miért kellett? Azért, hogy a szervezet készüljön rá, hogy mostan dömpingbe jön neki a fehérje, a hús, a mindenféle, ami csak szüksége van. Na most. És ekkor láttuk azt az érdekeset, hogy az előző képhez képest, nézzék meg, itt van egy ilyen csomósodási pont. Tehát az, amikor az a hipotalamuszba jelzi azt, hogy valami hiányzik, az egy darabig egy generál CIFOS aktivitást mutatott. És abban a pillanatban, illetve 10-15 perccel később pedig beúrik ez a nagy csoport. Elkezdtük nézni, hogy ez a sejtcsoport, ez milyen sejt. És valóban attól függ, hogy a gyomor felől jött az inger. Tehát itt ez volt a kérdés és akkor néztük ennek a bizonyos anyagnak, ennek a GLP-nek a változását, ami hát több helyen van, aminek a szerepe lesz majd, hogy az inzulin termelését és a kiürülését fokozza a pankrázba, csökkenti a vércukorszintet, tehát ez már a rákészül arra, hogy földolgozás után legyen a támhely. Ez itt a hipotalamusnak, nézzék meg, milyen kis területe és ez azért eléggé aktív, amint lehet látni, itt most a szívfosz ilyen pirosan van mutatva. Miért? Azért, mert azt néztük, hogy valóban az a bizonyos GLP-1, ami ott hátul van, ilyen hosszú idegrostokat fog ide küldeni. Mi megfestettük a hálózatot zöldel, és a szívfoszokat meg pirossal, és látják azt, hogy itt egybejött a kettő. Ez a hipotalamusnak egy kisebb magja. Jó. Tehát ez adta ezt a magas csúcsot, ezt az utat jártuk be, amit itt látjuk idáig a, a hipotalamusig. Na most, kérdés volt az, hogy valóban onnét jön az inger? Ez volt, amit mutattam, hogy itt már inger van, ez mutattam, hogy itt, ha valóban újra tetjük inger van, tehát kell, hogy legyen köztük egy összeköttetés, egy pálya. A pályát átvágtuk. Azt is lehet műtétileg féloldalt, ezt mutatja ez a kép. Itt az átvágásnál, higgyék el, itt van a heg, az átvágási heg, és látják azt, hogy itt jönnek a rostok, de nem tudnak tovább menni, tehát nem mennek ide. Mi történik azon az oldalon a hipotalamusba? Nézzék meg, itt vannak a rostok, ugyanazt a képet mutatom, csak az előző képen csak féloldali volt, itt látják, itt vannak a rostok, itt volt a műtét, rostokat nem látunk, nincs pötty. Nem aktiválódnak a sejtek, mert nem jön oda az inger, mert átvágtam. Tehát ez egy ideginger, ami a váguszmagokból a hipotalamuszba megy, és rögtön arra válaszol, hogy az állatok ettek egy csomót. Ez csak a kvantitatív része, itt van az a sok, és azon az oldalon, átvágtam, ennyi van, ahol az nem vágtam át, ott ilyen sok van. Tehát ez a kontroll oldal, annyi, mintha nem is műtöttem volna, ez pedig a másik oldal, ami az alap marad csak meg. Kérem, van az evés, és van a jó lakottság. Olakottságnak is megvan a maga saját válasza, mert mi lehetünk jól lakottak, akkor, amikor abszolút jól érezzük magunkat, és lehetünk egy jó, lehet egy jól lakottság érzésünk, hogyha beteg vagyunk, és nem is ettünk sokat, mert akkor nem kívánunk enni jól laktam. Van olyan, hogy eszem, és akkor azt mondom, hogy na most már elég volt, de még valami van akkor még tudok enni egy kicsit. És gyönyörűen kijön, hogy az agyunkba ez két külön pályarendszer fogja szabályozni. Ez egy nagyon egyszerű megfigyelésből adódott. Az állatoknak megvolt az etetése. A szerencsétlen állatok két napig nem kaptak semmi, csak vizet. Hát betyárul éhesek voltak. Utána ott volt terű asztalkám, megkapták azt, amit adtak, és nekiestek. És kérem, 10-11 percig ettek, és egyetlen állat nem evett 11 perc után, két-három percig. És akkor neki és akkor még egy csomót megevett. Na most ezt lefordítva egy kísérletre, az volt, hogy kapta az állatok olyat, hogy megkapták szabadon a mennyiséget, de egy idő után ellettőlük véve. Tehát egy limitált mennyiséget kaptak, a másik csoport pedig végigehette ezt a periódust. És nézzék meg, azok, amelyek éhezett állatok ettek egy csomót, de nem nyakig, azoknál az a szifosz reakció majdnem ugyanaz volt, mint amelyik nem evett, mert még nem lakott jól, és az utána telette magát, és nézzük meg, hogy milyen óriási válasz volt. Tehát ez a része, az a jó lakottságnak az ingere, és a jó a válasza. Na most ez a, ez a játék, kérem szépen, így zajlik le ezen a területen. Ez a jó érzés ezt le lehet játszani úgy, hogy nem a teljes táplálékot próbáljuk ki, hanem az állatoknak egyfajta táplálékot kapnak, és hozzá lehet szokni, hogy az egyikből eszik még tovább, a másiknál már leállt. Tehát megvan a, a parizernek is a jó lakottság, hogy elég volt. Hát mi van a mindennapi életünkben? Hát az van, hogy eszünk egy jó pörköltet, előtte leves, minden, jól laktunk, Kér még egy kicsit, nem elég volt. De jön a habostorta vagy jön. Hát abból még egy szeletet. Na hát kérem, erről van szó. Tehát van egy, hogy mennyit, és az hogy mit. És ebben nagyon, igen, erősen benne van az a szabályozás, hogy mire van szüksége az embernek. És ez lejátszódik arra, hogy van, amikor már megveszik az ember, hogy már egyek egy jó zsíros kenyeret. És abban benne van az, hogy hiányzik nekem a szénhidrát. Mert ott a jólakottság arra nem jön be. Arra is kéne. Tehát megvan ezeknek a szelektív, szelektív lakottsági érzés, és ez egy gyönyörű rendszer az agyba. Még van az információnak egy másik része, hogy nem csak az ideg pályán keresztül jöhetnek az információk a vágusmaghoz, hanem jöhetnek a vérkeringésből. És mik azok, amik befolyásolják? Ezt kérem szépen a cukor. Tehát a cukor mennyisége a vérbe, az inzulinnak a mennyisége, ami a pankrázba termelődik, és két hormon, amelyik nagyon erősen befolyásolja, ez negatív, ez pozitív irányba, a leptin és a grelin, ami a zsírsejtekbe termelődik, vagy a gyomorfalába termelődik. Mindezek, az, amit az előbb mondtam, ezek zongoráznak abba, hogy mennyi az, amit most még zsírosat eszek mert ez, hogyha a leptinből egy erős inger jön ide, akkor úgy undorodok mindentől, mint a zsíros, hogy akkor most azt nem eszem. Ha nincs, akkor, akkor megeszem. Ez az ellenkezője. Na most, ezek bejutnak az agyba. Ennek van egy kapuja, ez az úgynevezett a posztréma, itt van egy bejöveteli lehetőség. De van a hipotalamusnak saját magának is egy. Tehát ezek az anyagok a hipotalamusba be tudnak jönni, tehát a leptin a zsírsejtekben van, és gátolják a táplálékfelvételt. Ezek be tudnak jönni. Az inzulin, hát csökkenti a vércukrot, stimulálja a leptin a termelését a felszabadulását. Ellentétese a grelin, amelyik viszont a gyomorban szintetizek, és fokozza. Hát ezt a libikókát végig kell játszani. Ezek mind bejönnek ide, és ezek fogják ezt, amit a kezdet kezdetén mutattam, ezt a piros meg a kék sejteket szabályozni. Vagyis, ha ezek ezt ingerlik, akkor beindul ebbe az irányba, ha ezt ingerlik, akkor megpróbálja legátolni. Tehát ez az egésznek a játéka. Tehát itt vannak a humorális input, itt van az idegi input. És ezek mennek, és mindegyik próbál ide koncentrálni, de. Látják, itt megy tovább is a nyíl. Egy lila, egy fekete. Tehát megkapja az agyunknak a, a megfelelő területe és az információt. Magyarán. Ez mindegyik azt mondja, hogy jaj, hát már éhes vagyok. Kevés volt ez. Igen, de a körzeti orvos azt mondta, hogy ebből már ne egyen annyit. És az jön be itt. Vagy egy kicsivel odébb levő területen pedig bejön az, hogy jó, ez, de hát ez, ez egy olyan finom, hogy ezt most kivételesen meg fogom enni. Mert mutkos se volt baj, most se lesz baj. Szóval bekapcsolódik a tudatos gondolkodás, a kognitív válaszok a, a táplálkozás felvételébe. Belejátszik az ízérzés. Hát nyilvánvalóan, hogyha valami ízlik, akkor az ember jobban eszik, akkor is, hogyha csak az emléke van meg, tehát arra emlékszik, hogy ez milyen jó, vagy konkrétan az nagyon jó. Hát ez a nyelvbe levő ízlelő bimbók, ezen csak átszaladok, ezek érzékelik a különböző, az édes, a keserű, a savanyú ízeket, és ezeket viszik be az agyba. Hova viszik be? Ide bejön és kérem szépen nézzék meg, megint csak az a bizonyos NTS-be, tehát ide a nukleus Solitáriba. Tehát oda, ahova a vágusz is hozza, mert részben a vágusz hozza, de nem csak a vágusz, hanem még a másik idegek, a faciális és a az ideg is hozza szépen, és ezek jönnek föl, és bejönnek az agynak egy speciális részébe, mert ez már ami mutatja, hogy már túl vagyunk a hipotalamuson, és ez az ízérző pálya ez itt bejuthat, itt ezen a területen, ugye ezt mutattam, ezen a részen hozzák ezek az agyidegek, és ezek, ez fog fölfelé jönni. Hova megy? Az agynak egy, egy, belső részére, itt a mélybe is van még egy tekervényes terület, amit szigetnek, inzulának hívnak. Ez, a, ami az ízérzést hozza, ez a piros pálya, ez ide fog jutni, ide bejut az agyhoz, erre a területre, és tovább megy, és átadja ennek az A területnek. Na most, amit jelent ez? Ez van az anterior, előső, ez a hátulsó része az inzulának. Ide beérkeznek, de nem csak a gyomorból jön az információ, kérem, hanem az izlelő bimbonktól, és jön a szaglástól. És ezek együttesen, a gyomorból az ízérzés és a szaglás fogja itt ezen a területen kialakítani azt, hogy milyen válasz lesz. Magyarán mit jelent ez? Hát kérem, hogyha akármilyen éhesek vagyunk, ugye, és valamit megkóstolunk, és úgy érezzük, hogy nem jó, akkor nem eszük meg. Akkor, hogyha látjuk azt, hogy ez egy gyönyörű felsál, de büdös, akkor se eszük meg. Nyilvánvaló. Tehát ezek mind itt csapódnak le. Tehát ezek mindegyike együttesen fogja kialakítani azt, hogy tulajdonképpen mit eszünk. És hát az evés mindenki szeretni. Hát van egy gyönyörűsége. Most ennek is megvan a maga helye az agyba. Hát itt van kérem, az a negyedik, ugye mert beszéltem a váguszmagokról, beszéltem a hipotalamusról, beszéltem az úgynevezett agykéregről, a prefrontális kéregről, és itt van ez az úgynevezett nukleus akumbe. Ez egy úgynevezett reward központ, és egy kielégülés. Itt is van egy visszajelzés arra, hogy ez mostan nekem jó eset, és ez nyilvánvalóan oda-vissza kapcsolatban van a memóriával. Mert hogy ez múltkor is jó esett, akkor most is jó fog esni. Ez egy nagyon pici terület az agyunknak itt a középső részeinél, ezt hívják striátumnak, annak az alsó része. Az egész mechanizmusnál ez a négy lényeges területre alapul az, hogyan, hogyan táplálkozunk, vagy nem. Na most, idáig amiket mutattam, azt mutattam, hogy hogy jön be az információ az agyba, és ott még hogyan megy. De hát visszafelé is kell jönni. Vagyis a táplálkozás nem csak abból áll, hogy ezt most meg akarom enni, de meg is kell, meg kell rágni, igaz? le kell nyelni, ezt végig kell játszani. Na most, és hogyha az megtörténik, akkor fel kell dolgozni azt, amit megeszünk, igaz? Tehát ennek van egy útja az agyból, tehát az agytól kifelé is. És ez, megint csak visszamegyek erre a sejtekre, ez ugye a pozitív, ez a negatív ezek fogják itt ezt a csomó sejtet, ami a hipotalamusnak a fölső részébe van, ezt fogják befolyásolni. Ezekből a sejtek, ezekről beszélek, itt ezek vagy piros, vagy kék, amit az előbb mutattam, és ezekből a sejtekből indulnak el ezeknek a nyulványai, az axonjai lefelé. Mennek a nyúlt agyba. Ez mindegyikből elindul, mint látják ebből a paraventrikuláris magból is, ebből a kékből is elindul, és ezek mennek lefelé. És ezek a leszálló pályák, úgynevezett leszálló pályák, amiket igazolni lehet, hogyha ide egy festékanyagot adunk be, akkor bizonyítani lehet, hogy ide a vágusmagok közül nem az, ami érzékeli, hanem ami a motoros, az úgynevezett dorzás. Vágusmagba erre a területre ezt ingerli, és mi történik, hogyha ezt ingerli, tehát itt még egyszer mutatom, akkor innét lejön a gyomorba, a, és a paraszimpatikus neuronokat fogja befolyásolni. Tehát mi történik? Lejön innét a szummált tehát az összerakott, minden információt begyűjtött területről a parancs lefelé, és ezek a parancs lefelé jön a gerincvelőbe is, és lefelé, amit itt nem mutatok, a rágóizmokhoz, az izmokhoz is, és itt lejön le a gyomorba és a gyomorná, és utána aktiválja a szimpatikus idegrendszer. Tehát ezáltal a szimpatikus idegrendszer glukóz fog felhasználni, tehát elégeti azt a bizonyos kalóriát, amit a táplálékkal fölveszünk. Ennek a pandanya a paraszimpatikus, amelyik ezzel szemben működik. Tehát ott megint csak a periférián van nekünk egy balanszunk, tehát ami egyensúlyba tartja a kettőt, hogy az összképünk ez, ha szabad összefoglalnom úgy, mint látják, azt nyilak mennek föl és le, de a lényeges, hogy mennek fölfelé információk, a perifériáról, és el fognak érkezni a hipotalamuszba átkapcsolásokkal. Ugyanezen az úthoz beléphet itt a hátsó területen a nyitott kapun át, az áriaposztrium a nyitott kapuján az, ami a vérbe van, de ugyanakkor a perifériáról állandóan jön az információ a vércukorszintről, az inzulinszintről, és a leptinnek ide a hipotalamuszba, és az agy többi részére, és onnét visszajövő információ fogja az egész mozgást beindítani. És még egy. egy, és ez egy lényeges rész. Azért is mutogattam, bár nem mondtam sorba azt a sok anyagot, hormont, ami befolyásolja. Az egy illúzió, hogy itt jön egy kapszula, és az megold minden. Minden rendben lesz. Nem lesz rendben. Ezt tessék megjegyezni. Az agy annál sokkal szebben és pontosabban működik, úgyhogy ezt az összképet kell nekünk valahogy megtartani, és egy, egy, egy egyensúlyt megvenni. Köszönöm szépen a figyelmüket!